A szeptember 21-ig tartó Széchenyi Város hetesemény kedvezőtlen időjárási körülmények között nyitotta meg kapuit, de a második napon már napsütésben zajlott a délelőtti program. A jóga bemutatót követően kávékóstolás és workshop várta a közönséget a Széchenyi Városi Közösségi Házban. Ma egy kaszkara kóstolóval kezdtünk, ami a kávé gyümölcs húsának a teája, abból készült főzet. Ezt kóstolhatták a vendégek, utána pedig egy 5-tételes kávékóstolóval folytattuk, amiben 2 brazil kávé volt, egy etióp, egy kenya és egy kolumbia. Ezeket pedig szakszerűen úgynevezett cupping eljárással megkóstoltuk és összehasonlítottuk. Ezután pedig presszókat kóstoltak a vendégek, valamint teljes italokat espresszógépen. Délután 3 órakor indult el a mesélőházak séta a Széchenyi Városban a Zöld Vitalitás Cédruskör szervezésében, mely eseménnyel párhuzamosan a kerttervezéssel kapcsolatban is kínáltak interaktív programot. A Cédruskörnek korábban volt egy programja, mesélőházak Kecskeméten. Itt olyan cédrusos társaink mutatták be a saját szülőházukat, főleg a belvárosban lévőket, ahol nevelkedtek, és ezek ma is még ikonikus épületek. Ennek a mintájára szerveződött most ez a Széchenyi Városi Séta. Itt nem a házainkat mutatjuk be, ahol éltünk, hanem kötődéseink vannak. A Széchenyi Városi Fiókkönyvtár adott helyszínt Csernák Krisztina és Bíró Lili pszichológiai önismereti előadásának, majd a nap végén a Kecskeméti Planetárium Játszunk űrhajósat gyermekeknek szóló népszerű műsora zárta a mai napot. A kicsiknek, nagyoknak és időseknek egyaránt szóló színes programok holnap folytatódnak további kulturális, ismeretterjesztő, művészeti és sporteseményekkel. A szombati zárónap helyszíne a Benkó Zoltán Szabadidőközpont lesz, ahol strandröplabda bajnokság veszi kezdetét.